A szokásos vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok minden szentek ünnepén. Ez ugyanakkor nem csak, hogy ünnepnap lesz, de ekkor ér véget az iskolai őszi szünet is. Itt sok diák utazik majd vissza a nagyvárosokba, több utasra kell számítani például Debrecen és Nyíregyháza között is. Azt javasoljuk, hogy akinek kifejezetten egy vonat fontos, hogy azzal szeretne utazni, váltsa meg elővételbe a menetjegyét, pótjegyét, hogyha menetjegyét, pótjegyét, helyjegyét, hogyha Intercity vonatról van szó, hiszen bővítjük ezeket a vonatokat, de ezeknek is van egy felső határa. És egyébként a nagyobb utasforgalomban kifejezetten Debrecen térsége az vasárnaponként érintett szokott lenni. A vasúttársaság közleménye szerint aznap a keleti pályaudvaron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett és Szombathelyen több tartalékjármű is rendelkezésre áll majd. A MÁV azt javasolja az utasoknak, hogy a jegy- és bérletvásárlás során részesítsék előnyben a személyes érintkezést nem igénylő platformokat. Mindenképp online vagy pedig az applikáció, a MÁV alkalmazáson keresztül van egy-egy vásárlást javasoljuk. Ezt egyszerűen nem kell használni a készpénzt, ami lehet fertőző is, és nem kell sorban állni a pénztáraknál. Pillanatok alatt meg lehet vásárolni a menetjegyeket, pót és helyjegyeket. A társaság azt is kéri utasaitól, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, és ne feledkezzenek meg róla, hogy a maszk használata nem csak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon utasforgalmi helyiségekben is kötelező, ahol a felszállás előtt vagy után tartózkodnak. Azokat, akik nem viselnek maszkot, továbbra is kizárhatják az utazásból.